A minden szentek ünnepe és a halottak napja ebben az évben is az elmúlásra emlékeztetnek minket, de felhívják a figyelmünket ugyanúgy, ami lelkünk halhatatlan életére, arra, hogy örök életre vagyunk teremtve. Az idén nem tudunk kimenni szeretteink sírjához, de azért odahaza elcsendesedhetünk, meggyújtjuk a gyertyát, elhunyt szeretteinkkel lehetünk, imádkozhatunk lelkük üdvéért, és hát felidézhetjük az ő emléküket, nem is csak azért, hogy gyászoljuk őket, hanem hogy tanulságos életükből gondolatokat, bátorságot, inspirációt meríthetünk a mi mindennapi életünkbe. Ha csak a külső kísérő jelenségek, a tárgyak adnák az ünnep lényegét, akkor nem tudnánk ünnepelni, de éppen fordítva van, a tárgyak csak kifejezik azt, amit mi belsőleg érzünk. Tehát ezért teljes mértékben lehet ünnepelni. Ami az ünneplésben bennünket segít, az az, hogy el tudunk menni a sírokhoz, de hogyha ez a lehetőség nem adott most, illetve kifejezetten tiltott, így is van nagyon sok lehetőségünk arra, hogy lelkileg teremtsük meg az ünnepet, akár otthonunkban gondolunk a szeretteinkre, otthon csöndesedünk el, imádkozunk, hálát adunk, ha nem tudunk kimenni a sírokhoz, de vannak régi fényképeink, amiket elő tudunk venni. Ugyancsak nagy lehetőségünk van arra, hogy az egyéni csöndességben, tehát például a bibliaolvasás során azokra az igékre, azokra isteni kijelentésekre koncentráljunk, amelyek az örök életre vonatkoznak. Közelednek a minden szentek és a halottak emléknapja. Habár ebben az évben nem találkozhatunk az egyházakban, temetőkön, mégis átvészeljük ezt a helyzetet az otthonainkban. Mindig arra kell gondolnunk, hogy úgy, ahogy már elmúltak a kedveseink és a szentek is, mink is egyszer elvonulunk e világból. Mégiscsak, mint keresztények, hisszük az örök életet, és ezért ez az ünnep számunkra nem egy szomorú ünnep, hanem egy ünnep, amelyen gondolunk a jövőnkre, amely bíztat minket abban, hogy van jövőnk, és ez a jövő szép. Ezért próbáljuk átélni az életünket a legszebb módon, ahogyan csak lehet, ne csak szóval, hanem persze cselekedettel is. A hit, a remény és a szeretet mindig segítenek nekünk átvészelni bármilyen nehéz pillanatot az életünkben.